der Apostelgeschichte. In jenen Tagen wandte sich Petrus an das Volk. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr verraten und vor Pilatus verleugnet habt, obwohl dieser entschieden hatte, ihn freizulassen. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und die Freilassung eines Mörders gefordert. Den Urheber des Lebens habt ihr getötet, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Weil Papst Franziskus die Schuld des vergangenen Jahrhunderts benennt, weil Papst Franziskus in Klarheit sagt, was Völkermord, was Völkervertreibung, was Völkermissachtung, was Verletzung der Menschenrechte ist. Und dort sagt dann einer wieder, ich warne Sie, Papst, das zu sagen. Hören Sie es, liebe Gottesdienstgemeinde? Hören Sie Ihre Geschichte da drin? Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu singen. Az ismeretlenbe száműztek. Mindenünket elvették, életünket szegényé tették, s az otthon maradottaknak a fájdalmat bőven mérték. De sebeink lassan begyógyultak, és szeretteinket, akik még otthon elhunytak, szívünkben mélyen eltemettük, és a gyertyák fényénél rájuk emlékezve újra életre. A kitelepítés emléknapja olyan eseményekkel kapcsol össze minket, amelyekről ma már kimondhatjuk, hogy Magyarország és az itt élő közösségek történelmének legfájdalmasabb pillanatai közé tartozik. Fájdalmas, mert megtörtént az, amiről azt hittük, hogy az nem lehetséges. Hogy önnön maga ellen fordult a nemzet, és saját testét szagdalta fel azért, hogy eleget tegyen a nagyhatalmak zsarnoki döntésének. Nincs annál fájóbb, mint látni azt, hogy az épp testből csonka lesz, nincs annál megrendítőbb, mint amit a nagyszüleink generációja megélt, és nem is egyszer.